Kedves nézőink, jó 100 évvel ezelőtt, ezekben a napokban, tehát az augusztus elején napokban, 1914-ben bizony már javában folyt a mozgósítás, zajlott, elkezdődött az első világháború. A témával kapcsolatban júniusban volt egy történész konferencia Hajdunánáson, amelyet egyrészt szervezett Csiszár Imre, doktorandusz hallgató, illetve hát volt egy nagyon jó előadása a Hajdunánás és a nagy háború kapcsolatáról, különös tekintettel a következményekre. Szeretettel köszöntöm ismét stúdiumban Csiszár Imre, történész doktorandusz hallgatót, akivel most tulajdonképpen arról a témáról beszélgetünk, amit az imént mondtam, hogy Hajdunánás lakóinak életében milyen szerepet játszott ez a nagy háború, hiszen gyakorlatilag, ha most úgy belegondolunk, 1848 óta nem is igazán történt hasonló hadi esemény a monarchia területén, hát főként pedig itt a Hajdúságban. Tehát azt gondolom, hogy az első lelkes napok után, mert azért ilyen is volt, bizony-bizony nagyon hamar megjöttek az első áldozatokról a hírek, ami azért alaposan csökkentette azt a fajta lelkesedést, amit mondjuk a hivatalos kormányzat és a sajtó sugárzott. Igen, itt kezdeném azzal, hogy magának a 20. századnak a nyitányát láthatjuk az első világháborúba. Gyakorlatilag az első világháború kirobbanásáig olyan fajsúlyos különbség nem figyeltő meg a 19. század eseményei, illetve a 20. század első másfél évtizedében. Hajdunánáson is a csendes építkezésnek a jegyében telik el. Ugye a történetírás, illetve a köztudatban is a boldog békeidőknek az emléke él, amikor már hosszú ideje nincsenek igazából komoly hadmozdulatok, sem Európában, sem a környezetünkben meg végképp nincsen. Maga a Hajdúság is éli a békés mindennapjait, csak gondoljunk bele, hogy a város közintézményei, épületei, ahol ez a beszélgetés zajlik, ez mindennek az időszaknak a terméke. A monarchia utolsó két évtizedének, amikor kellő anyagi, illetve szellemi tőke halmozódott fel ahhoz, hogy ezeket a nagy álmokat alulra váltsák az elején. Vasútépítési láz, eléri Hajdunánást a vasút, megépül a gimnázium, a járásbíróság, ugye már a városháza ekkor áll. Összességében az emberekben egy nagyon pozitív kép él ebből, erről az időszakról, ami néhány év alatt lerombolódik, és utána igazából ez a boldog békeidős gondolat, mert ez soha nem tér már vissza a 20. századba. Mondhatom, ez gyakorlatilag a 21. századig el fog tartani. Ez a fajta útkeresés, építkezés, előrelátó fejlődés. De hogy visszatérjünk a háború idejére, és egy kicsit még megvilágítsuk jobban, ahogy említetted, gyakorlatilag a letelepítését, a hajduk letelepítését követő időszakban talán két olyan esemény van, amely felrázza a teljes város lakosságát, illetve a hajdúságot. Az egyik még az 1685-ös évek magasságában, amikor a kiváltságok megvédése zajlik, ugye felmerül kormányzati szinten, hogy ezeket a kiváltságokat, amelyet a hajduk Bocskaitól kaptak, ezek megtarthatók, fenntarthatóak. Itt van egy küzdelem, de közel sem olyan heroikus, mint mondjuk az első világháború, illetve az 1848-49-es forradalmi szabadságharcban való részvétel, amely ugyancsak átmozgatja a várost, ugye közvetlen hadmozdulatok a város határában nincsenek ugyan, de ugye itt vonulnak el az orosz seregek, itt táboroznak le, rekvirálások vannak, azaz van valamiféle közvetlen kapcsolat a háborúval. Viszont ilyen jellegű, ilyen óriási nem történik a város életében, mint ami majd az 1914-es évvel elkezdődik a városunkban is. A város történetében ez az időszak, mint ahogy a bevezetőmben is mondtam, gyakorlatilag a csendes, békés idő, egymás élés időszaka, és egészen az 1914 év nyaráig nem is történik olyan óriási dolog, egészen ugye június végéig, amikor a trónörökös pár merénylet áldozata lesz. Ennek a híre napokon belül eljut a városunkba is, de ne felejtsük el, hogy ez a korszak még a klasszikusan a rádió, a tévé, mit nem mondjuk az internet előtti időszakról beszélünk. De egyébként, hogy a szabadba vágok egy fél pillanat erejéig, tehát már a július másodikai hajdunánási újság bizony már címlapon. Igen, ezt mondani akartam, hogy ugye 28-án történik a merénylet, a hírek azok leszivárognak már a városban, minden bizonnyal a nagyobb városokban, a fővárosban, ugye ennek gyorsan híre megy, meg a napilapok már ezt hozzák. Nánáson a július másodikai nánási újság fogja a címlapon hozni, mármint azt, hogy a trónörökös párt merénylet érte, és az ország, illetve a monarchia forrong és háborúra készül, de akkor ugye még konkrétan nem beszélnek háborúról, mert ugye ez majdnem egy hónapba kerül még, hogy a megfelelő tárgyalások, háttéralkuk megkötése után kitörjön a háború.
A városban a következő olyan esemény, amit érdemes megemlíteni, az a június 4-e, amikor is Mikó Imre lelkész úr, nagyon fiatal, nagyon tehetséges, lánglelkű lelkésze a városnak egy gyászmisét tart, ugye gyász istentiszteletet tart a református templomba, ahol az újság beszámoló alapján nagyon sokan megjelennek, férfiak, döntően nők, ugye ne felejtsük el, hogy ez a munka dandárja közepette van, ugye a földeken zajlik a munka, ebből kifolyólag az újságcikk szerző is megemlíti, hogy sok nő és gyerek vesz részt ezen a istentiszteleten, és feljegyzik azt is, hogy a lelkész nagyon szívhez szólóan méltatja a trónörökös pár életét, illetve a prédikációjában kitér a következményekre is, illetve hogy milyen nehéz időszak következhet, de összességében elmondható, hogy az embereket ezt nagyon meghatódva fogadják ezt az istentiszteletet, és a városban eluralkodik úgymond egyfajta hazafias lendület, hevület, talán a hevület lesz erre a jó kifejezés, ugyanis itt az elkövetkező időszakban egyre aktuálisabb és egyre mindennaposabbá válik az, hogy ez a nép száján forog ennek a kérdésnek a tisztázása, és egyre inkább felülkerekedik a háború pártiság. De most egy pillanatig térjünk ki arra a dologra, hogy tulajdonképpen, tehát a monarchiának és benne Magyarországnak, mi volt a problémája például Szerbiával? Mert ugye születtek ezek a katonanóták, dalok, hogy megállj, kutya, Szerbia nem lesz tiéd. Bosznia vagy Hercegovina, tehát különböző változatokban hangzott el ez a dal. És a hajdunánási újság is meglehetősen erős hangnemben ír ezekről a dolgokról. Tehát Szerbiát nagyon, tehát a szerb királyságot nagyon-nagyon rossz színben tüntetik fel. Tehát ugye, tehát azt tudjuk, hogy a nagyhatalmi érdekek húzottak tulajdonképpen a háttérben, tehát ez egyértelmű. De hogy a helyi lakosságot hogy lehetett ennyire így feltüzelni, mint ahogy mondtad is, hogy ilyen harci hív elkapta, harci láz elkapta az embereket? Hogy nem gondoltak abba bele, hogy azért a háború az bizony, ott bizony emberek halnak meg? Igen, összességében elmondható sok különleges dolog ezzel a háborúval kapcsolatban, ami szerintem nagyon jól megvilágítja ezt a szituációt. Ugye ne felejtsük el, az idős király Ferenc József uralkodik még ebben az időszakban, és amikor a háborúnak a híre eljut a városban és elindul az általános mozgósítás, itt is sok fiatal összegyűlik a városháza előtt, a Kossuth szobornál, és Kossuth nótákkal éjenzik a háborút. Ugye nem nehéz ezt belátni, hogy elég paradox a helyzet, hogy annak az embernek a dicsőítésével dicsőítik a háborút, aki ellen annak idején ezek a nóták születtek. Úgyhogy ez egy, hát mondhatnánk kicsit ilyen őrült a helyzet ebben a tekintetben, de összességében talán a Ferenc József kormányzásának az a békés és építkező jellege, aminek eredményeképpen a sok évtized alatt gyakorlatilag az embereknek a vérévé vált ez a fajta monarchikus gondolkodás, hogy ami jó Ausztriának, az összességében effektíve jó Magyarországnak is. Természetesen, hogyha ezt a gazdaság kérdésében vizsgálják, nem biztos, hogy így van. De a korabeli emberben gyakorlatilag ez a hívület természetesen megfelelően manipulálva, mert azért ne felejtsük el, hogy ezek az újságok, ezek döntően a kormánypárt kezében vannak, meg összességében is az a híráradat, ami eléri az embereket, az azért rendesen meg van szűrve, és az elkövetkező időszakban még inkább meg lesz szűrve. Azaz a háború ellenzői, az gyakorlatilag egy hazaárulással ért volna föl. És az emberekben gyorsan fel lehetett szítani ezt a lángot, ugye a dicső hajdú múlt, meg most megmutatjuk. És pláne azt is hozzá kell tenni, hogy Magyarországnak, így a hajdúságnak is mondjuk a Balkánon, és azon belül Szerbiában végképp minimális érdekeltsége van. Csak gondoljunk bele, nekünk milyen hasznunk lehet abból, ami már az ezt megelőző években zajlik le, ugye több balkáni háború zajlik, annektálják Boszniát, illetve Szerbia és a monarchia gyakorlatilag olyan konfliktus helyzetbe kerül, aminek a kirobbanásához kellett valami ürügy, de gyakorlatilag ennek a háborúnak a forgatókönyvét már korábban megírták. Ha történik gyilkosság, merénylet, ha nem, valószínűleg ez a háború kitör. Mondjuk ez nem túl történészi hozzáállás, hogy ilyen feltételezésekbe bocsátkozunk, de összességében ez tényleg csak a gyújtó pontja volt a háború kitörésének. Az, hogy a nagyhatalmak között ez a konfliktus éleződik már évek óta, ez egyértelmű és kitapintható. Az viszont egy érdekes dolog, hogy Magyarország gyakorlatilag
És nem csak Magyarországról van szó, mert nem csak a monarchia oldaláról, illetve a német hatalom oldaláról van ez a lelkesedés meg, hanem ugyanezt tapasztalható Franciaország oldaláról, ugye a másik oldalon, ahol ugyanolyan lelkesen, hazafias indulattól és érzelmektől túlfűtötten, talán erre is az a jó kifejezés, hogy túlfűtötten indulnak háborúba, és mindenki abban gondolkodik, hogy itt ez egy nagyon modern háború lesz, ezt már a gépek fogják részben megvívni, és néhány hónap alatt ez le is fog zajlani. Igen, mint ahogy ugye Ferenc Józsefunk, hogy mire az első levelek lehullannak, katonáink hazatérnek. Na hát ebből 4 év lett, de én még mindig olyan furcsa, illetve számomra furcsa dolog, hogy tehát az a Ferenc József, ugye, aki elrendelte az aradi 13 kivégzését, bebörtönzéseket, egyebeket. Tehát ugye ez volt 1849-50 ezekben az években zajlott, eltelik alig 60 év, és akkor már lesz Ferenc Jóska, sőt, hát már... A mi Ferenc Jóskánk. Tehát, hogy az emberek tudatában néhány évtized alatt mekkora változást tudott beállni. Tehát érdekes, ez a történészeknek biztos, hogy több ilyen kutatásai van, tehát, hogy a néplélekben mennyi minden le tud zajlani alig néhány évtized leforgása alatt, és azt gondolom, mint ahogy említetted is, tehát, hogy egyfajta békés építkezés kezdődött, és igazából nem azzal foglalkoztak, hogy mi volt, persze őrizték 48-49 emlékét, de igazából nagyon egyszerűen ki tudtak békülni ezzel Abszolút. A dologgal is. Itt erre egy érdekes párhuzamot szeretnék húzni vagy vonni. Lehet, hogy nem a legszerencsésebb, de való visszaadja ezt a néplélek kérdést. Ugye Ferenc Józsefről, hogyha megkérdeznénk az átlag hajdúnánás itt 1849 nyarán, hát mindent mondana rá, csak valószínűleg nem dicsérni, és nem tartaná a mi Ferenc Jóskánknak. Ugyanez a szituáció úgy gondolom 1956 telén, hogyha megkérdeznénk, hogy mi a véleménye mondjuk a hajdúnánásoknak, meg úgy általában a magyarságnak Kádár Jánosról, nem sok minden jót tudna elmondani róla, viszont elmúlik néhány évtized, és Kádár Jánosból kvázi a Kádár Jánosunk válik, és a Kádár János, akinek köszönhetjük a gulyás kommunizmust, a legvidámabb barak kérdéskörét, összességében mondhatnánk, hogy a 80-as évek közepére egy pozitív kép alakul ki arról az emberről, aki talán a magyar történelemben a legtöbb embert küldött vérpadra. Legalábbis az elmúlt évszázadnak a legnagyobb hóhér tevékenységéhez járul hozzá hathatósan. Ebből kifolyólag ugye talán egyszerűbb megérteni, még sokan élnek közöttünk, akik végigélték a Kádár korszakot a kezdetektől, és vissza is emlékeznek a kezdetekre, hogy bennük is lezajlott egyfajta, nem feltétlenül lettek az emberek ettől Kádárnak a rajongói, viszont úgy csendes belenyugvással elfogadták azt, hogy a lét jobbra fordult, legalábbis gazdasági értelemben, az, hogy ennek mekkora ára volt és ennek milyen hosszú a kifutása, azzal az ember pillanatnyilag nem szokott számolni. Talán a Ferenc Józsefhez való viszony is az évek folyamán elhalványult, legalábbis az a része, amely a gonoszt testesíti meg, és az 1870-es évektől gyakorlatilag egy abszolút pozitív kép alakul ki az uralkodó családról, és talán itt azért meg kell azt is említeni, hogy Ferenc Józsefnek van egy nagyon sikeres házassága, aminek eredményeképpen egy olyan királyné kerül Ferenc József mellé, aki őszinte szívvel szereti a magyarokat. Ebből kifolyólag talán Ferenc Józsefnek is könnyebb volt. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon jó diplomáciai húzás is volt, hogy a felesége rengeteg időt tartózkodik Magyarországon, nagyon szereti a magyarokat, megtanul magyarul. Ennek eredményeképpen a férjével kapcsolatos előítéletek is talán feloldódnak. 14-re mindenképpen, mert 14-ben gyakorlatilag az ország, mondhatnánk azt is, hogy vérmérséklete, de párt szimpátiája dacára is egyöntetűen az uralkodó mellé áll, és azt mondják, hogy igen, a kutya Szerbiát meg kell regulázni, itt az ideje. És itt a előadásom kezdetén is említettem, hogy úgy, hogy ebből a háborúból Magyarország igazából nem kerülhet ki különösképpen győztesen vagy eredményesen. Mi történik, hogyha Szerbiát akár annektálja a monarchia, de legalábbis a Balkánon megerősödnek a monarchiának a bástyája, gyakorlatilag a magyarság lélekszámará, vagy létszámaránya a monarchián belül csökkenni fog, mert egyre több olyan szlávajkú lakosság lesz, akinek a száma meglehetősen megnövekedne ennek eredményeképpen. Ha vesztünk, akkor pedig látjuk, hogy milyen óriási veszteséggel jár az ország számára, de ennek ellenére hajdúnánáson is, illetve az ország lakosságának jelentős része üdvözli a háborút, akár Nánáson, akár Budapesten, Sopronba, kivonulnak az utcákra, éjjenzik, és megindul a mozgósítás, mint ahogy azt említetted, június utolsó napjaiban. Így van, és akkor, tehát hajdúnánásról összességében
Hány katonának? Most már ugye a háború végéig, tehát egy picit szaladjunk előre. Jó, itt mielőtt előre szaladnánk, azért egy gondolat erejéig még megállnék. Az elején említettem Mikó Imre lelkész úrnak a istentiszteletét. Valahol talán egy rossz ómen volt a háború kezdetéhez az ő sorsa. Ugyanis még július folyamán, már júniusban is vannak jelei, de júliusban a városban kitör egy úgynevezett vörheny járvány, amely most úgy nevezünk, hogy skarlát. Akkoriban ennek a gyógyítása nem volt olyan egyszerű, meg a felismerése. Ennek eredményeképpen maga a lelkész is áldozatul esik. Ezután az Isten tisztelet után nem egészen egy héttel, 10-én ő is elhalálozik, sajnálatosan 30 éves korában, pedig óriási nagy jövőt jósoltak neki, hogy a nánáson őt nagyon megszerették az emberek, illetve nagyon tehetségesnek tartották. De ez mit sem von le abból, hogy a mozgósítás elindul, július 28-ával megtörténik a hadüzenet, és a hajdunánásiakat is mozgósítják. Elsőnek a 35 és 50 év közöttieket, azokat azonnal a frontra vezénylik, az ez alatti korosztályokat pedig behívják, kiképzés, és utána indulnak a frontra. Hajdunánás lakosságát igencsak komoly, létszámilag is elég komolyan érinti a háborús mozgósítás. Összességében több mint 3000 férfit hívnak be katonai szolgálatra. Ez akkor a nagyjából 17 ezres lakosság, nincs is egészen 17 ezres lakossághoz képest, ez több mint 17%, akiket a frontra vezényelnek. Két olyan ezred van, ahova döntően a nánásiak kerülnek. Az egyik a 3. debreceni honvéd ezred, ahova kisebb létszámban kerülnek a katonáink. A nagyobb létszámban azóta, illetve a háborúnak köszönhetően, meg már az azt megelőző időszakban is nagy hírnévre szertett úgynevezett 39-es gyalogezred, amelynek egy zászlóalja Debrecenben állomásozik folyamatosan, kettő pedig Bécsben. Ugye ez a K&K-nak a kötelékében van ez a 39-es gyalogezred. Ennek a kötelékében szolgálnak a nánásiak, de a böszörményiek, hajdúdorogiak, illetve a szoboszlóiak is döntően. A hajdúlegények. A hajdúlegényeknek a nagyobb része, akiket bevonnak a háború során, vagy behívnak, azok itt szolgálnak ebben a két ezredben. Tehát ugye hallottunk, hogy ugye a galiciai, illetve a doberdói hat szintéren harcoltak leginkább. Igen, igen. A Daróczi Ambrusról is mesélt a kollega. Igen, igen. Itt fontos elmondani, hogy a 3-as honvéd ezred az egyből az olasz frontra kerül, egyből a doberdóra. A 39-eseknek egy kicsit kalandosabb az útja, abban a tekintetben, hogy elsőnek a Balkánon vetik őket be, ott csak néhány hetet állomásoznak, itt 14 nyarán, aztán átvezénylik őket az orosz frontra. Az orosz front ugye jelenti a Kárpátok külső peremét, ahol több csatában is megütköznek 39-esek, illetve több áttörés is van. Ennek eredményeképpen ezek a 39-esek megalapozzák a hírnevüket, óriási létszámfölényben lévő orosz seregtesteket állítanak meg, illetve vernek vissza hihetetlen nagy áldozatok árán. Az egyik ilyen hely, amit fontos megemlíteni, Szánok nevezetű zempléni település, ahol a leghevesebb küzdelmek, leghevesebb harcok vannak ebben az időszakban, csak néhány nagyjá hozzávetőleges számadat. Van olyan ütközet, ahol 5 nap alatt több mint 1000-en vesznek oda a 39-es gyalogezredből. Óriási veszteségek vannak ezen a területen. Gyakorlatilag el is nevezték ezt a települést Hajdú Szánoknak a nagy számú áldozatra tekintettel. Majd, amikor az orosz front visszább kerül a monarchia seregei, illetve német segítséggel az oroszokat visszább sikerül tolni a Kárpátoktól, akkor már nem lesz akkora szükségük a 39-esekre a keleti fronton, ezért őket is átvezénylik nyugati irányba. A nyugati irányba való vezélésnek az egyik első állás, vagy első állomáspontja az olasz-osztrák határnak a karintiai része, ahol döntően határvédelmi, határvadász funkciót látnak el. Ez egy picit mondhatnánk eseménytelenebb, legalábbis a keleti fronton elszenvedett óriási veszteségekhez képest, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ezen a területen pont téli időszakban tartózkodnak ott ezek a hajdúlegények, és mondjuk a Alpok magaslatai között a téli időjárás egy kicsit másabb, mint mondjuk hajdúnánáson. Erre több visszaemlékező is beszél, vagy erről több visszaemlékező is beszél, hogy nem volt ez még úgysem olyan egyszerű, hogy olyan heves küzdelem itt nem alakult ki. Majd tavasszal őket is átvezénylik Doberdóhoz, és gyakorlatilag a háború végéig itt szolgál
az összes hajdúrnánási legény. De ugye az Alpokat említetted, hát ugye ez még bizony Hannibálon is majdnem kifogott az Alpok hát háborúja, tehát ez sem volt, vagy abban az időben sem volt olyan egyszerű. De ezek a hajdunánási, illetve a hajdúsági, illetve egyáltalán a magyar katona, olyan sok mindent hallani, tehát hogy ez mennyiben elfogult, vagy pedig mennyiben megalapozott, hogy itt nagyon kiváló katonák voltak. Mindazok ellenére, bár mondjuk katonai szolgálat volt, vagy volt abban az időben, most hirtelen elbizonytalanodtam, hogy kötelező, ez sorkatonai szolgálat volt, viszont természetesen volt professzionális hadserege is az országnak abban a tekintetben, hogy a tisztikar az természetszerűleg az állandó volt. Ez ugye a monarchiát végigkísérte a vezérinleti nyelv kérdése, ugye a K&K-ben ez a császár és királyi közös hadseregben a vezérinleti nyelv kérdése, hogy ez német volt. Ezzel kapcsolatban a magyar parlament többször fordul kérése, követelése, hogy akkor ezt is bontjuk ketté, legyen a magyar is a vezérinleti nyelv. Ugye az osztrák vezetés, illetve a hadvezetés arra törekedett, hogy minél homogénebb hadsereg legyen, és gondoljunk bele, hogy itt nem csak magyarok szolgáltak ebbe a közös hadseregbe, hanem itt szolgáltak csehek, délvidékről, románok, ugye ez egy nagyon színes társaság volt ebben a tekintetben, nagyon sok nemzetiségű, és amennyire csak lehetett, racionalizálni kellett a lehetőségeket, de összességében elmondható az, hogy pontosan a magyar hadsereg olyan frontvonalon harcol, ahol annak ellenére, hogy ezt már ugye a technika háborújának hívják, hogy itt már azért komoly technikai berendezések, ugye már repülőgépek vannak, a nyugati fronton már tankok vannak, a gázt bevetik gyakorlatilag fegyverként, de ennek ellenére az emberi bátorság, a személyes helytállásnak óriási jelentősége van, mégpedig azért, mert a terepviszonyok ezeknek a modern fegyvereknek a javarészét használhatatlanná teszi, ugyanis ez a terület, ahol döntően a magyar katonák szolgálnak, így ezen belül a hajdúságból származó, illetve hajdunási katonák, ezek a adottságuk nem teszik lehetővé ezeknek a modern gépeknek való használatát. Összességében úgy képzeljük el a csatát, hogy egymáshoz nem túl messze, nagyjából egy puskalövésnyi távolságra beássák magukat egyik oldalt, illetve a másik oldalt, és hetekig, hónapokig azon küzdenek, hogy néhány métert előre menjenek. Ez ha sikerül, akkor kivetik őket az állásaikból, majd azok ellentámadnak, és utána megint csak vissza. Gyakorlatilag a háború végéig ez történik. Helyet cserélnek, néhány hetet, hónapot előre tolják az állásokat, aztán vissza. A nyugati fronton is hasonló, illetve itt is. Erre még a világtörténelemben eddig nem volt precedens, hogy valami háború ennyire elhúzódjon, úgy húzódjon, nem, természetesen volt 100 éves háború, meg 15 éves háború, de ezek a háborúk nem azt jelentették, hogy 15 évig háborúztak egymással, hanem 15 évig hadban álltak a felek, voltak nyílt színű ütközetek, aminek volt valamilyen eredménye, kimenetele. Általában egyik sem volt annyira döntő, hogy a másikat térre tudják kényszeríteni, de azért nem azt jelentette, mint az első világháborúban, hogy szó szerint beássák magukat egymással szembe, és nézik évekig egymással gyakorlatilag farkas szemet, és hogyha valaki kijön a lövészárokba, azt igyekeznek lelőni. Ehhez kapcsolódik itt a küzdelemhez Daróczi Ambrus nánás szülöttének igencsak komoly helytállása. És itt fontos megemlíteni, hogy nem csak ő volt ebben az akcióban részes, ő volt a vezetője, de még két nánásit is megemlítenék, akik mellette harcoltak. Az egyik Kelemen Imre, a másik pedig Gyöngy György nevezetű honvéd. Ugyanis az történik, hogy az 5. isonzói csatában a háborún belül is igyekeztek nagy tömböket képezni, és az 5. isonzói csatában 1916 márciusában az történik, hogy az olasz csapatok bevetik magukat a magyar állásokba, és kialakítanak több géppuska fészket. Ennek eredményeképpen természetszerűleg a magyar katonák, azok hátrébb kell, hogy vonuljanak, próbálják kiűzni az állásokba beszökött olasz katonákat, akik egyre többen vannak, és látható, hogyha ezt gyorsan nem fordítják meg, gyorsan nem szerzik vissza ezeket a géppuskafészkeket, akkor ez óriási emberáldozatokat fog okozni, ugyanis pont olyan stratégiailag fontos területen történt ez az áttörés, amely azt eredményezte volna, hogy csak idő kérdése, hogy még nagyobb területet tudjanak elfoglalni, még több áldozat legyen a magyar oldalon, illetve a 39-eseknél. Ennek a megelőzésén fáradoznak, és azt tervezik, hogy komoly seregtestet csoportosítanak át a frontvonal más területeiről, és egy rohamban elfoglalják ezeket a géppuskálásokat. Viszont ehhez gyakorlatilag több zászló annyi katona kell, meg sok idő, mire ott a helyi viszonyok mellett összesikerül ezeket a katonákat szedni.
Ezt úgy gondolja, vagy úgy látja Daróczi Ambrus és 80 önkéntes, akit maga köré gyűjt, hogy nincs idő várakozni, minden perc elvesztegetett idő, minden perccel nehezebb lesz ezeket az állásokat visszaszerezni. Így 16. március 16-án ő és 80 társa gyakorlatilag kézi fegyverekkel, gyalogságjásóval, szuronnyal, ami éppen a kezükben van, egy éjszaka rohamot indítanak, de tényleg csak néhány tucat emberről van szó. A rohamot úgy kezdik, hogy kézigránáttal, amennyit csak magukra tudnak szerelni, azokkal megrohamozzák ezeket az állásokat, és bedobálják a lövészárkokba, a géppuskafészkekbe. Olyan eredményesek lesznek, hogy a három állásból gyakorlatilag azonnal elűzik az olasz katonákat. Egy állásnál meggyűlik a bajuk, a helyek is igen keményen ellenállnak, de gyakorlatilag kéz a kéz ellen, test a test ellen küzd ebben a lövészárok szakaszban, aminek eredményeképpen sikerül egy áldozat, illetve három komolyabb sérülés árán visszafoglalni a három állást, és több mint 100 olasz hadifoglyot ejteni. Ennek elismerése véget Daróczi Ambrus kitüntetést kap, illetve mai napig is ugye Hajdonáson az egyik utca viseli az ő nevét. Viszont azt kevesen tudják, hogy ő hősi halált hal az első világháborúban, de nem ennek az eseménynek a következtében, hanem ha valaki kilátogat a városi temetőbe, és ott a hősök parcelláján megnézi, oda az lesz írva, hogy repülős hadnagy, ha jól emlékszem. Ugyanis a bátorsága elismerése véget, illetve Daróczi Ambrus, ő egy 19 éves fiatalember, őben dúl a vágy, hogy még több ilyen eseményben vehessen részt, és akkor ő átkéri magát az akkor, és mai napig is mondhatjuk, hogy a legelitebb egységnek nevezett repülősökhöz, és sajnálatosan ott fogja egy repülőgép baleset érni, és úgy fog elhalálozni. Így van, tehát ugye a hajdunánásiak nagy többsége azt gondolja, hogy tehát ezért a repülős berepülésért kapta azokat a nagy kitüntetéseket, holott hát nem, ez korábbi, nem ez korábbi, tehát akció ugye a 39-es a gyalogos ezrednél. Olyan jól sikerült ez a támadás, hogy a csapatnak a vezetője javaslatot tesz arra, hogy a későbbiekben minden ezrednél hozzanak létre ilyen roham osztagokat, amelyeket el is neveznek granatéros osztagoknak. A gyakorlatban ez azért nem sikerült teljes egészében, de mégiscsak úgy gondolom, hogy a nánásiaknak a hírnevét vitte messze ez a hőstett, amit mai napig is megemlékeznek. Így van, na most ugye említetted, hogy bizony-bizony nagyon sok katonát hívtak be, és maradt oda, tehát ugye a Hősök emlékművén ott található a nevük, és a beszélgetésünk legelején mondtad, hogy szóval, tehát ez az első világháborús veszteség, ez szinte a mai napig a város életében valamilyen szinten következményekkel jár. Hiszen megakadt a fejlődés, és tulajdonképpen utána nem sok idő maradt a második világháború kitöréséig, újabb veszteségek. Tehát ezt a kisváros nagyon-nagyon sújtotta. Abszolút. Hogyha a veszteségeknél járunk, gyakorlatilag a háborúnak a sorsa 17 év végére, 18-a teljesen megpecsételődik. Látható, hogy Magyarország ebből már győztesen nem tud kikerülni. Ugye mi a vesztesek oldalán fejezzük be a háborút, de csak számokban, hogy micsoda óriási áldozatot vállal Hajdunánás ebben a küzdelemben. A háború végéig hősi halált halt honfitársainknak a száma az 642 fő. Gondolj bele, 642 fő egy alig 17 ezres településen, 3000 katona van frontszolgálaton, és az természetes, hogy a 642 főn fölül pedig óriási számban vannak sebesültek, legalább ennyi sebesült, akiknek egy nem kis része amputáción esik át. Gondoljunk bele, hogy a korabeli viszonyok mellett gyakorlatilag az üszkösödést megállítására az egyetlen lehetőség az, hogy amputálják az adott végtagot, lábat, kezet, illetve olyan maradandó sérüléseket, repeszdarabokat tudnak ezek a katonák sajnálatosan begyűjteni a háború alatt, amelyek lehetetlené teszik utána, hogy teljes életet éljenek, úgy fizikálisan, mint mentálisan is. Gondoljunk bele, hogy micsoda öldöklések zajlanak le ezekben a lövészárkokban, milyen traumákat kell átélni ezeknek az embereknek. Úgyhogy mindenképpen meg kell mondani azt, hogy az első világháború eredménye az borzasztó. Úgy a halottak tekintetében, mint akik sebesültként hazaérnek, vagy nem feltétlenül kell nekik megsebesülni sem. Az a lelki teher, amit az egész életükben vinniük kell, azért az egy nem kis dolog. A város lakosságáról a háború alatt azért azt meg kell jelzni, hogy a lehetőséghez képest igyekszik maximálisan helytállni. Ez mi sem jelzi jobban, mint
a polgármester, aki ekkoriban már Berencsi, ugyanis közben volt egy polgármester csere még a világháború kirobbanásánál. Ő a lehetőségekhez képest próbálja biztosítani azokat a feltételeket, amit a központi hatalom elvár Magyarországtól, amely jelenti azt, hogy rekvirálják az igavonó állományt, az állatállománynak egy jelentős részét, de még a tűzifát is. Már a háború első évében jelentkeznek olyan gondok, amelyek előrevetítik azt, hogy igencsak nehéz időszak következik. Egyre nehezebb az ellátás, a boltok polcairól egyre több áru hiányzik, illetve ne felejtsük el azt, hogy magyar vagy hagyományos döntően mezőgazdasági jellegű település, és ebben az időszakban az élő munka, a férfi munkáskénzre óriási szükség van, viszont nincsenek. Az ő helyükre próbáljanak beállni a nők, a gyerekek, az idősek, természetszerűleg ez is óriási áldozatvállalás a családok részéről, és ebben a nehéz helyzetben történik az, hogy a városba fog érkezni mintegy 3000 székely menekült, akik amikor Románia átállt, igazából a menekülés az egyetlen opció számukra, nem tudni, hogy mi lesz ennek a folyamány, ennek az eseménynek, így Hajdúnánásra is nagy számban érkeznek székely menekültek, mintegy 3000 fő, akiknek az ellátása az amúgy is szűkös keretekben még tovább nehezíti a városban az életet, még nehezebb lesz ezeket az embereket ellátni, etetni, ruházni, akár iskoláztatni is. A konferencián elmondtam egy történetet, amely ez év tavaszán esett meg velem, jobban mondva nyár elején a csíksomlyói búcsúra érkeztem meg feleségemmel. Csíkrákos nevezetű településen egy családnál szállásoltak el minket, ahol este érkeztünk elég későn. Amikor megérkeztünk, természetszerűleg köszönés, bemutatkozás, és a kérdés a háziaktól, hogy fiam, honnan érkeztetek? És akkor mondtam, hogy Hajdúnánásról. Rám nézett, láttam, hogy a szemében valami fény gyúlt föl, és egy kicsit el is érzékenyült, de nem mondott semmit. Kérdezte, többen is el voltunk szállásolva ennél a háznál. A következőtől is kérdezték, hogy ti honnan érkeztetek, ők Szegedről érkeztek, és láttam, hogy valami motoszkál a házgazda fejében, és visszafordult hozzá. És akkor csak első mondat ennyi volt, hogy Nánásról, arról sokat hallottunk. Néztem rá, mondom, hát hirtelen. Lehet, hogy Csíkból jött a legtöbb. Igen, ugye Csíkből érkeztek a legtöbben a menekültek, és akkor így ránéztem, mondom, és honnan hallott ön Nánásról olyan sokat? Hát az édesanyámtól, aki 16-ban Nánásra kerül a édesanyjával is a nagyapjáékkal, és egészen 17 tavaszáig Nánáson húzhatták meg magukat. Itt kezdte az általános iskolai tanulmányait, és mindig nagyon nagy melegséggel gondolt Hajdúnánás városára. És egy mondat, ami megmaradt a családban azóta is, mégpedig nem más, mint a reggeli üdvözlés, mégpedig az, hogy jó reggelt kívánok, egészségére váljék az éjszakai nyugodalom. Ezzel a köszönési formulával köszöntette minden nap a házigazda ezt a kislányt, ez akkor 6 éves kislányt, akinek ez annyira megtetszett, hogy a haláláig ezzel a köszönéssel köszöntötte reggel a családját, és ő 99 éves korában, néhány évvel ezelőtt halt meg, de a családban még mindig nagy szeretettel gondolnak a hajdúnánásiakra, akik lehetővé tették azt, hogy az ő édesanyjuk átvészelje a háborút, illetve nem utolsó sorban azt is egy fontos tény, hogy azóta 99 leszármazottja van a kedves mamának, úgyhogy azért ez egy, úgy gondolom, egy komoly érdem, és érdeme azoknak a nánásiaknak, akik az akkor egyébként is szűkös lehetőségekhez képest igyekeztek még segíteni azokon a honfitársaikon, akiknek szüksége volt erre. Így van, hiszen tulajdonképpen ez már a háború kellős közepe, hogy 1916 ősz, amikor ide érkeznek a menekültek, de mindemellett, tehát én már láttam a hajdúnánási újságban, már 1914 őszén elkezdték a véderő szervezését, tehát gyakorlatilag gyűjtöttek a frontra vonult katonák családtagjainak itthon, hogy tudják valamilyen szinten segíteni őket, illetve a Vöröskereszt javára. Aztán láttam ilyen akciót például, hogy 1000 kispárna, tehát a fronton harcolóknak valamilyen, a szalmafonokról tudjuk, hogy mennyit segítettek, fonták ezeket a botosokat szalmából, ami a megfagyás ellen segített valamilyen szinten a katonáknak. Tehát óriási segítséget, áldozatot hozott a civil lakosság is. Azért ez annyira elgondolkodtató, én sokszor elgondolkodtam ezen, hogy vajon ma ugyanilyen helyzetben lennénk mi ennyire megértőek, nagylelkűek, befogadók? Nem tudom.
Én úgy nem gondolom, lehet tudni hogy egyébként, hogy a helyzet mit hozna ki. A helyzet hozza ki, de valahol ez olyan mélyen van a néplélekben, az, hogy segíteni akarunk egymásnak, hogy lehet, hogy egyre nagyobb traumáknak kell lenni, hogy ezt kihozzák. De csak gondoljunk bele, hogyha van egy árvíz, vagy van egy olyan katasztrófa az országban, ami nem mérhető egy világháborús katasztrófához, azért még most is egy emberként mozdulunk. Lehet, hogy egy kicsit másabb a világ, meg azóta azért sok idő el is telt, de úgy gondolom, hogy az emberek alapból jók, ez egy ilyen filozófiám is, és vannak olyan helyzetek, amikor ez elő is jön. Úgy gondolom, hogy ez előtt a világháborúk idején is, illetve a világháború után is igyekeznek segíteni azokon, pontosan azokon a rokkantakon, akik hazakerülnek, és gyakorlatilag teljesen önhibáikon kívül sérültek meg, lettek maradandóan sérült emberek, akiken azért próbál a város lakossága segíteni, különböző egyletek, egyesületek jönnek létre, illetve gyűjtéseket rendeznek folyamatosan. És ne felejtsük azt sem el, hogy a háború áldozatainak az emlékét igyekeznek a lehetőségekhez képest a legméltóbban ápolni. Ennek eredményeként még 26 októberében felavatják az első világháborús emlékművet, amely ugye itt található a szomszédságunkban a református templom oldalánál, amelynek az oldalára, vagy hát az emlékmű oldalára ekkor 624 nevet vésnek fel, majd 34-ben kialakítják a Hősök ligetét, ugye a városnak a túlsó szélén, ahol egy parkot alakítanak ki, és minden egyes áldozatra egy kis zománcozott tábla emlékeztet, és ott már 642 ilyen táblát helyeznek el, és igyekezett a város a lehetőségeihez képest valamilyen megnyugvást, lelki megnyugvást nyújtani azok számára, akik sajnálatosan a szeretteiktől soha nem tudtak elbúcsúzni, mert a holttestüket valahol vagy a Kárpátokban, vagy a Balkánon, vagy valahol Doberdó térségében egy katonai sírba helyezték el. Viszont valamilyen szinten, legalábbis a szakralitás szintjén próbálták a gyászukat segíteni, illetve megteremteni azt a lehetőséget, hogy valahova a elesettnek a születésnapján, névnapján, vagy halottak napján egy gyertyával, egy szál virággal kimehessenek, megemlékezzenek. Ugye, hogyha a halottak napja környékén ellátogatunk a Hősök sírjához, azért még most is még mindig vannak. Vannak gyertyák, ugye azért nem történt ez olyan régen, hogy ne legyenek még olyan leszármazottak, akiknek ne éljen ez a emlékeibe. De lehet, hogy nem csak a leszármazottak, hanem egész egyszerűen az emberi lélek. Talán ez is. Oda. És itt visszatérve arra, hogy én úgy gondolom, hogy az emberek alapból jók, és meg szokták azt is mondani, hogy bajban is megszik meg az ember. Úgy gondolom, hogy bajban azért még mindig összetartunk. Lehet szerencsésebb lenne, ha nem csak bajban tennénk ezt. No, hát akkor azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal zárjuk mai beszélgetésünket, bár az első világháború is benne Hajdun Ánás és a benne szereplő Hajdun Ánási neves emberek, hiszen hogyha csak most Daróczi Ambrusról meg még két szeméről ejtettünk név szerint szót, de ugye ott volt a fronton például Nagy Imre jegyző úrról, későbbi jegyző, ugye akkor még éppen csak fiatal joghallgató, vagy például Pipács Kovácsra és a városnak a közismert orvosa, vagy például Csiha Győző, vagy Zsuga Imre, akinek a személye ugye eléggé megosztó, de ő is ott szerepelt, és hát azért, amikor visszakerült, akkor nagyon sok érdekes dolog történt Hajdun Ánáson 1918 végén, ugye az őszi rózsás forradalom majd 19 után, tehát erről is érdemes lenne majd egyszer beszélgetni, hiszen mindezek szintén az első világháború következményei, és ugye, mint említettük, bizony-bizony sok minden más, tehát majd Trianon egyebek, tehát ez bizony már nagyon meghatározza 20. századi történelmünket, és hát benne a mait is, ugye nem beszélve Szerbiáról, Ukrajnáról, ugye, ami már akkor 14-ben a Hajdun Ánás újság hasábjai nagyon érdekes gondolatokat feszegetnek, ami szinte kísértetiesen élik a mostani helyzetre. Tehát van erről mit beszélni, annak ellenére, hogy bizony ez már 100 éve történt, akár ilyen meseszerű is lehetne, hiszen túlélők már szinte nincsenek is, de azt hiszem, hogy sokat lehetne még erről beszélni. Én köszönöm szépen a mostani beszélgetést, és hát remélem, hogy még szót ejtünk majd erről, hiszen gyakorlatilag 4 évig aktualitása van mindennek. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Bocskai Korona.
Hajdúnánás önálló utalványa és fizetőeszköze. A város és a közösség fejlődéséért. A felhasználóknak kézzelfogható kedvezményt nyújt az elfogadó helyeken. Az elfogadó helyeknek biztos kereseti oldalt jelent. Helyben tartja a tőkét, így erősíti Hajdúnánás gazdaságát. Bocskai Korona. Városunk értéke, közösségünk ereje. www.bocskaikorona.hu. Történt egyszer, nem is olyan régen. A szép hajdúság északi csücskében élt egy város szorgos népe. Az emberek eleinte észre sem vették a változást, csak rohantak napi teendőik után. Nem kell hozzá a bölcsek köve, csak a józan paraszti ész. Nánási Portéka, a nánási termelők piacán. Kedves nézőink, mai műsorunk folytatásában kicsit a hagyományőrzés világa felé megyünk el, de nem úgy, ahogy azt talán elsőre gondolnák. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Magyar Istvánt, a Bocskai Angyalai Hajdú csapat kapitányát, és hát azt hiszem, még azt is nyugodtan mondhatom, hogy jelenleg Hajdúnánás város kapitányát, mert hogy pénteken délután kinevezteték, és ez a kinevezés egészen vasárnapig tart. Köszönjük, hogy itt van a stúdióban, és elfogadta a meghívásunkat. Én üdvözlöm a műsor nézőit. Köszönjük mi is a meghívást, és nagy megtiszteltetés a csapatunk számára, a saját magam számára is, hogy itt lehetünk, és szórakoztathattuk a közönséget. Egy kicsit be tudtuk mutatni azt a hajdú életet, amit mi itt már évek óta a csapatunkkal, úgymond katonai hagyománygyőrökként megszervezünk és megélünk. Akik kint voltak az első hajduk világtalálkozóján, a hajdunálási gyógyfürdőben, azok most pontosan tudják, hogy mi miről beszélgetünk. Akik nem, azok közül remélem, hogy sokan azért látják ezt az adást a Nánási Krónika című műsorunkban, amit szerkesztettünk a háromnapos eseményekről. De azért úgy mindenki számára talán érdemes onnan kezdeni ezt a dolgot, hogy hogyan is indult ez a fajta hagyományőrzés. Mert pont amikor kint voltunk a szombati napon a fürdőben, én akkor gondolkoztam el azon, hogy ha nekem ugye eszembe jut az a szó, hogy hagyományőrzés, akkor én rögtön, és szerintem sok mindenkinek néptánc ugrik be, vagy valami kézműves mesterség. Tehát furcsa, hogy hajdúként, hajdunánáson az embernek nem az első kettő-háromba van benne az, hogy hát azért óriási katonai múltja van a hajduknak. Hogy jött ez az ötlet? A katonai hagyományőrzés a Magyarországon az elmúlt évtizedekben kezdett gyökeret verni. Ennek voltak korábban úgymond államilag finanszírozott oldalai, és ezek leginkább a 48-as háborúhoz, 48-49-es szabadságharchoz kapcsolódtak, ugye a huszárkultusz, ami nagyon erős Magyarországon. Majd egyre több csapat alakult, nagyon sokan gondolkoztak más korszakokban is. Vegyük például az egrieknek, az egri vár az adott volt, tehát ott például az egri vitézlőiskoláról, beszélhetünk, akik a múzeummal közösen alapítottak egy olyan csapatot, aki szervesen a múzeum életébe be tud csatlakozni. Más csapatok úgy jöttek létre, hogy baráti társaságok leültek beszélgetni, esetleg elmentek egy olyan műsort megnézni, ahol ilyen katonai hagyományőr tevékenység folyt, és gondolták, hogy ők is megpróbálják. Ez természetesen nem egy egyszerű mutatvány, mert fegyvereket, ruhákat, hadfelszerelést, tábori anyagot kell beszerezni, és így innentől kezdve látszik, hogy ez nem is egy olcsó mulatság, tehát mint hobbi azért ez jelentős mértékben zsebbenyúlós. A mi csapatunk, amikor megalakult, akkor mi arra gondoltunk, hogy az 1600-as évek, 1700-as évek hadi kultúrájából keressük meg azt a gyalogkatonát, azt a gyalogkatona eszmény, amit az országban viszonylag kevesen művelnek, és ezt próbáljuk meg mi magunk módján összeállítani, összerakni, és kialakítani egy olyan katonai tábort, ahol mi be tudjuk ezt mutatni, kicsit szerénytelenül, hogy mondjam, hogy unikumként.
Nagyon kevés csapat van Magyarországon, aki hajdú hagyományokat őriz, nagyon sok van, aki végvári hagyományokat őriz. És ezért szeretném azért mellékesen megjegyezni, a kettőt nem szabad összekeverni. A két hadikultúra sokszor szervesen csatlakozott, szervesen illeszkedett egymáshoz, de a hajdú életmód, a hajdú harcmodornak nagyon sok olyan sajátossága van, ami semmi másra nem jellemző. Mit lehet elmondani erről a hajdú harcmodorról? Milyen volt ez, mert amikor a bemutatókat láthattuk kint a gyógyfürdőben, akkor például számomra nagyon érdekes volt az egyik bemutató alatt, hogy ugye a hajdú gyalogos akár fekve, háton fekve is képes volt megtölteni a puskáját, és úgy bevárni az ellenséget, és egyfajta fedezékből tüzelni, és hát nagyon sokan zokon vették akkor az ellenfelek közül, hogy ilyen harcmodort vívnak, mert hogy az akkori etikett ugye nem ezt írta elő, nem így kellett volna harcolni. Szóval azért a hajduk rafináltak voltak, kemények voltak. Mit kell tudni erről a harc? Az első, amit tudni kell, hogy ők minden eszközt megragadtak ahhoz, hogyha önmagukat vagy a rájuk bízott jószágot meg kellett védeni. És a történelmi könyvekből, aki foglalkozott egy kicsit is a hajduk történelmével, tudja, hogy ez a gyalogos katona, ez a marha hajcsárokból alakult ki, akik a 1600-as években, 1700-as években egészen Erdélyből Velencéig, Nürnbergig hajtották a csordát, és ezeknek a csordáknak a védelmére fogadták föl a hajdukat. A hajduk eleinte, ugye ez a marha csordák védelme, kísérése, majd az általuk kapott pénzt, tehát a csordáért kapott pénz hazahozatalának a feladata is rájuk hárult, és nem egyszer bizony ezeken az utakon vadállatoktól, haromiáktól, törököktől, rablóktól kellett megvédeni a csordát. Tehát kialakult egy olyan stílusú harcmodor, ami egyáltalán nem volt jellemző az akkori reguláris seregekre. Ebben meg kell említeni az alapvető fegyverzetet. A hajduknak általában lőfegyverük volt, tehát puskát használtak, a módosabbak, vagy akik éppen zsákmányt tudtak, azok keréklakatos pisztolyt. A oldalfegyvert, a hidegfegyverként előszeretettel használtak szabját, és mindig volt mellette egy csákány vagy egy balta. Később ezeket kombinálták is, tehát csákányfokos lett, vagy balta, véggel ellátott kalapács, ilyesmi. Aztán ezt ők felváltva használták, a lőfegyverrel ugye nagyobb távolságról tudták önmagukat védeni, vagy az ellenséget pusztítani, és a korabeli metszeteken, illetve ábrázolásokon az összes többi akkori reguláris csapatokhoz viszonyítva eltérés, hogy ők szíjat vagy madzagot hordtak ezen a puskán, és ez azért volt számukra szükséges, hogy a lövés kiváltása után, amikor megfelelő közel becserkézték az ellenséget, hátra vették a fegyvert, hideg fegyvereket, szabját, csákányt, buzogányt ragadtak, és lerohanták az ellenséget. A másik sajátosság pedig az, hogy mivel ők mindig a csatában szerették volna túlélni ezt a dolgot, és a kiképzésük sem volt olyan kemény, tehát ösztönösen kellett sokszor cselekedjenek. Nem volt olyan kemény a kiképzésük, mint a reguláris csapatoknak, nem falangszharcrendben, ahogy tetszik, működtek, hanem szétszórtan, és bizony az ellenségnek figyelték a tevékenységét, amikor a lövéshez készült egy ilyen 40-60 fős puskás csapat, a lövés előtt hasra vetették magukat, majd amikor ő fölöttük elsuhant a golyóbb is, akkor felugrottak, és vagy töltöttek, lőttek, vagy pedig szabjával lerohanták az ellenséget. Ez nem egyszer szemet szúrt az ellenséges kapitányoknak, az ellenséges seregek vezéreinek, és bizony-bizony ezt sokszor szóvá is tették, hogy a hajduk nem a kor szellemének megfelelően küzdenek. Viszont a magyar fejedelmek, köztük Bocskai István is fölismerte ebben a hajdú harcmodorban és a hajduk katonatudásában azt a lehetőséget, hogyha ezek az emberek valamelyest szervezetten tudnak működni, akkor nagyon hatásos és hatékony erőt tudnak képviselni. Lehet azt mondani, hogy a hajduk egy olyan részét alkották a magyar katonai állománynak, amely képes volt eldönteni egy-egy komolyabb ütközetet is? Tehát velük azért sokkal-sokkal erősebb volt a magyar katonai állomány?
Hát biztos, hogy voltak olyan ütközetek, ahol a hajduk megjelenésével jelentősen lehetett a küzdelem folyamát befolyásolni, bár őrájuk nem az volt a jellemző, hogy nagy tömegben, egy másik nagy tömegsereggel szembe szállva döntsenek el csatákat. A hajduk harcmodorra leginkább a lesvetés, a cselvetés volt jellemző, tehát nagyon kiválóan tudtak a terepen mozogni, rejtőzni, majd pedig az ellenségnek a szárnyát, a hadtápját, tehát a társzekereket fosztogatva jelentős veszteségeket okozni az ellenségnek. Természetesen tudunk a történelemben olyan csatákról, ahol bizony a hajdú seregek megjelenésével meg lehetett az adott ütközetet nyerni, vagy meg is nyerték. Egy másik érdekes, pikáns része volt ennek a, vagy ezeknek a napoknak, hogy ahogyan már ön is említette, ugye a táborokat is meg lehetett szemlélni. Több csapatból tevődött össze az a előadás, amiről majd beszélgetünk, és majd beszélgetünk a többiekről is. Most ugye csak a Bocskai Angyalainál vagyunk, hogy meg lehetett nézni ezeket a táborokat. És amikor ott kint beszélgettünk, ön már akkor is említette, hogy kicsit nehéz azért a hajdú tábort elővarázsolni így a 21. században, mert hogy a hajduk maguk azért nem csak a harcmodor volt nagyon egyszerű és nyers és kőkemény, hanem maga az életvitelük is. Tehát ők azért olyan túlságosan nagy sátrakat, ellátmányt, hadtápot, utánpótlást nem igényeltek, tehát ők akár a jóisten aga ege alatt is megvoltak. Milyen volt az igazi akkori hajdú tábor? Hát ezt most én nem tudom megmondani, mert nem jártam még. Nem jártam 1650 Bocskai hajdú táborában. Nagy valószínűséggel ugye ezek a hajduk, mivel gyalogos katonaként nagy távolságokat tettek meg, de tudunk lovas hajdukról is, akik a portyázásban és a felderítésben részt vettek. Nem igen voltak rászorulva arra, hogy nagy luxus körülmények között táborokban pihenjenek. Ők általában, amit egy ember el tudott vinni, vagy egy lovas el tudott vinni magával, azzal megelégedtek. Tehát nem egyszer a hajdú saját magán vitte a kabátját, a szűrét, a subáját, és az volt neki a éjszakára a menedéke, a sátra, hogyha úgy tetszik. Viszont bele kell gondolni azért egy nagyobb seregnek a mozgatásán, amikor 10 000-20 000 emberről van szó, akkor mindenféleképpen az adott seregek vezérének vagy a fejedelemnek gondoskodni kellett arról, hogy ezeket az embereket etetni, itatni kell, lőporral el kell látni. Tehát biztos, hogy volt valami, mostani modern szóval fogalmazva, valamilyen logisztikai háttere ennek a dolognak. Arról tudunk, hogy használtak könnyű ágyúkat, amiből mi be is mutattuk itt a csata folyamán a falkonettánkat. Ezt leírások alapján mezei ágyúnak nevezték, és találtunk olyan dokumentumokat, amiben az volt leírva, hogy adott esetben ezeket szétszerelve, szekérre pakolva szállították. Tehát egy szekeret húzott két ló, azon 3-4 ágyú volt. Amikor összeszerelték a mezei csatához, ott egy-két hajdú már képes volt ezt mozgatni, és megfelelő módon támogatni vele a gyalogságot. Ennek a hagyományozó csoportnak, ahogy már ön is említette, nagyon fontos az is, hogy korhű módon próbálja visszaadni azokat az időket. Tehát itt ugye a viselet, ruházat, fegyverek, ezeket hogyan lehet ma előállítani, legyártani, elkészíteni, és hogyan lehet azt a kort visszakeresni, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni? Hát az alapja ennek a viselet kialakításnak az, hogy el kell menni a múzeumba, illetve elő kell venni történelmi leírásokat, könyveket, vannak nagyon profi viselet leírások, és büszkén nem állíthatom, vagy mondhatom, hogy a csapatunkban vannak történészek, akik ezekkel foglalkoznak, illetve nagyon sok kapcsolattal rendelkezünk, tehát mi most már a katonai hagyományőrök támogatjuk egymást ilyen téren, valamint modern világban ma már az információ pillanatok alatt áramlik, és a Facebookon, illetve az interneten az információcsere, egymás segítés, ez megoldható. Az elkészítésnél, illetve az anyagoknak a beszerzésénél vannak problémáink, ugyanis nagyon nehéz olyan anyagokhoz hozzájutni, amit az 1600-as években vagy 1700-as években használtak, tehát most már ezek az anyagok általában modernebbek, de mindig törekszünk arra, hogy a kinézetében azért valamelyest hasonlítson azokra a feltehetően viselt ruházatokra, amelyek ugye akkoriban használatban voltak.
Nagyon sokszor különböző leletek alapján rekonstruálják a történészek, hogy hogyan készültek az ingeknek, a nadrágoknak az összeállításon, a szabás mintát tudnak most már rekonstruálni, és ez alapján vannak ügyeskező szabók, annak, hogy ügyeskező mesteremberek, akik ezeket le tudják gyártani. Nagyon kevesen vannak, akik ezzel foglalkoznak, tehát mint a kincset úgy őrizgetjük az ő címüket, és adjuk egymásnak kézről kézre, hogy na, ő hozzá menjen, mert ő már tudja, hogy mondok egy egyszerű sztorit, a kriptagatyát hogyan kell elkészíteni. Mert egy kriptában találtak egy ilyen nadrágot, ami az 1600-as években maradhatott ott, és annak a rekonstrukciója alapján, annak a szabás mintája alapján készülnek például a nadrágjai. A fegyverek érdekesek voltak ezen az előadáson és bemutatón, hiszen hatalmas hanghatásokat és fényhatásokat láthatott a publikum. Szerintem Hajdunáros másik oldalán is egy-egy dörrentést azért biztosan lehetett hallani. Mit kell tudni ezekről a fegyverekről? Ezek mennyire korhűek, vagy mennyire tudják visszaadni azt az időszakot, azokat a hatásokat, fényeket, látványelemeket, ami akkor is meglehetett, amikor élesben használták ezeket? A fegyvereknek a beszerzéséhez természetesen megint a múzeumból kell elindulnunk, illetve a történészek segítségét vesszük igénybe, akik leírások alapján, különböző rekonstrukciók alapján meg tudják nekünk mondani, hogy ezek a fegyverek hogy néztek ki, és vannak ügyeskező kovácsaink, illetve ügyeskező fegyvermesterek, akik ezeket elkészítik. Súlyra, kinézetre ezek szinte 100%-ig ugyanúgy néznek ki, mint a korabeli fegyverek. A működési elvük is ugyanaz. A használatuknál egyetlen egy dolgot kell tudni, hogy mi ilyen bemutatókon nem használhatunk semmiféle szilárd tárgyat a fegyver csövébe, ezért a terveknél általában korlátozva van az is, hogy mikor lehet töltővesszőt használni. Van egy bizonyos távolság, amikor a csapatok megközelítik egymást, amikor szigorúan meg van tiltva akár a töltővesző használata is. De ennek ellenére a hanghatás és a lőpor, ugye a tűzhatás, a fényhatás az mind-mind hitelesnek kell, hogy mondjam. Akkor nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy akár egy pici módosítással éles fegyverként is lehetne ezeket használni. Tehát ennyire élethűek? Igen, de ezt, hogyha megközelítjük a törvény irányából, minden olyan tárgy, ami emberi élet kioltására alkalmas, később fegyvernek nyilvánítható. Most természetesen ezek a csapatok általában ki vannak képezve ezeknek a fegyvereknek a használatára. A programok előtt mindig egyeztetjük, hogy mit, hogyan fogunk használni, és betartunk írott-íratlan szabályokat. Vannak írott szabályok, ami a lőpor és a különböző gránátoknak a használatáról szól. Ehhez mindig pirotechnikusok segítségét veszik igénybe. A hideg fegyvereknél pedig az az általános elfogadott szabály, hogy a szabjáknak, illetve a különböző vágó szúró eszközöknek az élét le kell köszörültetni, tehát nem lehet 2 mm-nél élesebb a fegyver, illetve vissza kell gömbölyíteni, hogy még csak véletlenül se okozunk direktbe szúrt vagy vágott sebet. Ennek ellenére ezek a fegyverek ugye a súlyuknál fogva alkalmasak arra, hogy kemény zúzott sebeket okozzanak, de ezt pedig meg lehet előzni szintén a kiképzéssel, illetve azzal, hogy amikor egy kapitány szervez egy ilyen csatát, olyan társcsapatokat hív meg, akikkel együtt tud dolgozni, ismeri őket, és most már tulajdonképpen egy szembillanással a küzdőtéren, úgyhogy a közönség észre sem veszi, le tudom előre koreografálni, hogy hova fogok vágni, és az illető föl tud rá készülni, és meg tudja önmagát és a társát is védeni. Hát, hogy ne csak a Hajdukról beszélgessünk, és már ugye itt megemlítettük a többieket is, voltak Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból is csapatok, az EGRI vitézlőiskolásokat már említettük, és volt egy másik csoport is. Ugye éppen ezért láthattak hajdukat, törököket, osztrákokat, zsoldosokat. Tehát gyakorlatilag hogy tevődött össze ez a csapat, és hogyan tudtak együtt dolgozni? Kik voltak még itt önökön kívül? A felsorolásban egyedül a Bornemisza János hagyományőrség maradt ki. Ők is tulajdonképpen végvári hagyományokkal foglalkoznak. A csata elgondolásánál kellett azon gondolkodni egy kicsit, hogy a megvalósításhoz milyen
seregeket jelenítsünk meg tulajdonképpen, és itt a történelemkönyvben lapoztunk vissza az 1600-as években, amikor is a császári zsoldban álló Baszta tábornok végig dúlja Magyarországot egészen le az erdélyi vidékekig, és ezt olyan durván és olyan módon műveli, hogy az embereknek a lábas jószágát elhajtják, ezért nem egyszer a szerencsétlenek a saját feleségüket vagy önmagukat fogták be a szekerekbe, illetve az eke elé. És ezt a korszakot nem egyszer, amikor ilyen szekeret láttak, hogy a jobbágyok húzták, akkor azt mondták rá, hogy baszta szekere. Tehát az első történelmi játékunknak, amit szombat délelőtt adtunk elő, annak ez volt a neve, hogy baszta szekere. És ehhez szeretném most külön megköszönni azoknak a helyi néptáncosoknak, illetve önkénteseknek a segítségét, akik eljátszották a foglyok szerepét. Nagyon lelkesek voltak, és remélem, hogy jól érezték magukat. A császári csapatokat tulajdonképpen a szlovák és a cseh kollégáink jelenítették meg. Nekik a felszerelésük és a fegyverzetük az kimondottan erre a korszakra jellemző zsoldos katonákat tud megjeleníteni. Itt láttunk köztük muskétás alakulatokat, illetve láttunk pikás és nagy pajzsal rendelkező vasas csapatokat. Ez a császári seregeknek a zömét és az elitjét képezte annak idején, mert azt is tudni kell, hogy Baszta tábornok seregében is szolgáltak hajduk. És a hajduk a jó pénzért mindig oda szegődtek, ahol rendesen megfizették őket. És a történelemből tudjuk, hogy nem egyszer volt, amikor a hajduk egymás ellen is meg kellett, hogy harcoljanak, de olyanról is tudunk, hogy a hajdúkapitányok már ismerték egymást régről, és az éjszaka leple alatt megkeresték egymást, megbeszélték, hogy hol több a zsolt, és akkor oda átálltak, beálltak a másik seregbe. Tehát a császáriakra visszatérve, a szlovák és a cseh csapatra nagyon szervezett, nagyon jól képzett csapat, már nagyon sok hadszíntéren találkoztunk velük, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. És a munkájukat tekintve egy abszolút precíz és megbízható társaságról van szó. És még itt voltak a lengyel kollégák? A lengyelek, igen, ők Zamosból érkeztek, ők általában végvári és lengyel hajdú csapatokat szoktak megjeleníteni. Velük is találkoztunk már nem egyszer, tehát jó a kapcsolat, és itt is maximálisan megoldottak minden olyan feladatot, amit rájuk bíztam. A szombat délután pedig egy másik érdekes jelenetet hozott magával, meséljünk talán erről is. Igen, a szombat délután ugye nem akartuk megismételni azt, amit délelőtt csináltuk, hogyha a közönségből valaki ott van a fürdő területén, és mind a két előadást meg akarja nézni, nehogy azt mondja, hogy ez már uncsi, mert már ezt egyszer láttam. A második jelenetbe beleszőttük azt a lehetőséget, hogy a harmadik fél is jelen volt 1600-as években Magyarországon, aki nem volt más, mint a török. És tudjuk nagyon jó, hogy Bocskai nagyon sokáig nem akart a törökkel szövetségre lépni, ő Habsburg párti volt, de rákényszerítette az élet. Aztán azt is tudjuk, hogy a végén Bocskai koronát kapott a török szultántól, aminek a másolatát ma volt szerencsénk a református templomban megtekinteni. Tehát meg bele szőttük ezt a kis történetet, hogy megjelenítjük a törököket is valahogyan. Ehhez zsoldos sereggel egy útzárat imitáltunk, ami arról szólt, hogy bizony ezek a zsoldosok erdő átjárókat, hegyszorosokat nem egyszer lezártak, vagy két település közötti területen, ahol a kereskedelmi forgalom mozgott, és mindenkitől adót szedtek, vámot szedtek, vagy éppen kifosztották az arra járókat. A történetben azt jöttük bele, hogy egy török követség, egy török küldöttség igyekszik Bocskai fejedelemhez, akit az útzárnál a zsoldosok föltartanak. Természetesen a törökök nem akarnak fizetni az áthaladásért, ezért a zsoldosok megpróbálják kifosztani őket, de ezt a vízből, illetve a nádasból szabad hajduk észreveszik, és mivel ők tudják, hogy Bocskai fejedelemnek szövetséges a török, ezért a török követségnek a segítségére sietnek. A történetben ezt az epizódot úgy kerekítettük le, hogy ez az erő, tehát a szabadhajduk és a törökök együtt nem képesek áttörni a
blokádot, sőt a zsoldosok erősítést hoznak, ágyút hoznak előre, tehát egy nagyon komoly küzdelem alakul ki. De ekkor játszottuk be azt a szituációt, hogy Bocskai Fejedelem egy kisebb csapatot küld a török követség elé, aki becsatlakozik ebbe a csatába, az ott lévő kapitány magához ragadja a kezdeményezést, megszervezi a szekértábor, illetve magának ennek a blokádnak a felszámolását, és utána sikeresen biztosítja a követnek a továbbhaladását. Nagyon látványos dolgok voltak ezek, és tapsolt a közönség, nagyon mindenkinek tetszett egyöntetűen, de hát a 3 nap gyakorlatilag eltelt és véget ért ez a mostani rendezvény. Innen tehát gyakorlatilag csomagolnak és mennek tovább. De hogyan tovább? Mik a tervek, mik az elképzelések a jövőt illetően? A mi csapatunknak van szerencséje a hajdúvárosok közül a következő Debrecen megcélozni, ugyanis kaptunk meghívást a debreceni dandártól, illetve az ottani szervezőktől, hogy a virágkarneválon a dandárnak a virág kiállítását, ugye ez ilyen szekérrel, vagy nem tudom, valami gépezettel viszik, hogy ott korábban már megjelentek katonai hagyományőrök, hogy mi is csatlakozzunk ehhez. Ezt nagy örömmel meg fogjuk tenni, tehát legközelebb augusztus 19-20-a környékén Debrecenben meg lehet bennünket találni. Ez a közeli tervünk. A szeptember hónap az pedig úgy fog indulni, hogy Olaszországba utazik a csapatunk, Palma Novába, és ott az olasz kollégáka, illetve több külföldi csapattal együtt fogunk egy ilyen hatalmas katonai hagyományőr rendezvényen részt venni, és ott is természetesen a hajdú virtust megmutatni az olaszoknak, hogy szokják a törődést. És akkor talán a második hajduknak világtalálkozóján is találkozhatunk itt Hajdúnáláson, vagy hát remélhetőleg más hajdúvárosokban is, mert hát eddig erre még nem volt példa. Én remélem, hogy a hajdúvárosok között egyre jobban meggyökeresedik az a gondolat, hogy egy-egy ilyen városi rendezvénysorozatban a hajdú harcot, a hajdú harcmodort, illetve ezt a hajdú katonai kultúrát is megismertessék a közönséggel, és amennyiben kapunk meghívást, természetesen, ha belefér az időnkbe, akkor eleget teszünk neki. Hát adja Isten, hogy találkozzunk még. Magyar István, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt tehettünk.